múltját keresi, vagy a múltját próbálja feleleveníteni, akkor hát majdnem biztos, hogy csalódás éri. Tehát nagyon sokat fejlődött India, nagyon sok szépet találtam, vagy visszataláltam, vagy rátaláltam arra a kultúrára, meg arra az országra, ahol felnőttem, és ami meghatározta a gondolkodásomat, a nyitottságomat, a toleranciámat, a mások elfogadását. Szóval ez mind benne volt, de ez az India már nem az az India. Az igazság, hogy én amikor jó 30 év után elmentem arra a helyre, te hova valósi vagy ott? Egy Ahmedabad nevű Ahmedabad. Város. Uh-huh. Ismerem. És elmentem abban az utcában, uh-huh. ahol felnőttem, és szerintem 15-16 éves koromig laktunk ott. Csalódtam, vagy nem csalódtam? Szóval, ami más emlékképünk volt. A hibás, mert mindig ilyen szépíti. Szóval én egy tág utcára gondoltam. Ez ekkora tudom, volt. Tudom, hogy ekkora volt. Tudom. És nagy templomra emlékeztem, és kis templom volt. És széles útra emlékeztem, és keskeny. És igen. Tehát... De mi a fenének jöttél Magyarországra, már ne haragudj. Hogy széles utak legyenek a fejemben. Hát szűkülnek azok az utak, cica. Miért szűkülnek az utak? Hát, én így érzem. Miért? Nem, én nekem nem szűkülnek az utak. Sőt, ahányszor, most nem csak indiabeli múltról beszélek, bármilyen útról van szó, bármilyen múltról van szó, már próbálok nem tágítani az utakat, mert különben jönnek a csalódások. Uh-huh. Szóval utak nem változnak, csak mi változunk meg. Uh-huh. Na ez már egy igazi hindu filozófiai mondás. Szerintem volt, ezt mondhatta volna, mit tudom én, John Lennon is, vagy bárki más, aki gondolkodik. Uh-huh. Ez annyira tipikus indiai, mert én nem tudok külön választani. Figyelj, én egy dolgot mondok neked a Indiáról, ami engem hihetetlenül megrázott, a hinduknak az idő érzékelése. Tehát mondom, 28 éve nem jártam Indiában, amikor visszatértem erre a bizonyos turnéra, a Rajko zenekarral, ami egy külön sztori, tehát ez nem fog beleférni ebbe a műsorba, de mondjuk a Rajko zenekarral turnézni Indiában, azért az, hidd el, hogy nem. Egy páratlan élmény. Na mindegy, és akkor elment, megpróbáltam megkeresni azokat a helyeket, ahova gyakran járnak, egyébként az iskolámat megkerestem, és elmentem egy könyvesboltba, ahol nagyon sokszor vásároltunk. És benyitottam a boltba, és ilyen csilingelő volt, hogy jelzi, hogy belépsz az üzletbe, és ugyanaz volt a tulajdonos természetesen, mint aki 28 éve, és egy ilyen kis létrán át, és fönt ott valamelyik felső polcon rendezgette a könyveket, és anélkül, hogy hátra nézett volna, 28 év után azt mondta, hogy Miss Albert, long time no see. Tehát, hogy Albert kisasszony, már rég találkoztunk. De ezt úgy mondtam, hogy legalábbis tegnap előtt lettem volna. Igen, tehát mi az a múlt? Ugye itt az a kérdés, akkor jön megint a hindu filozófia. Mi az a múlt és mi az a jelen? Én bennem két kép él Albert Györgyiről. Egyik egyszer naív koromban még néztem a Oscar díj átadásokat. Hát ha te naív voltak, mondod, én mennyire naív voltam. És láttam magát, és... Most tegeződünk, vagy magázódunk? Én magázódok, mert okay. Tegeződjük, az jobb. Hát nekem jobb. Mert ez Indiában nagyon nehéz tegeződni, mert ott... De tegeződhetünk. Szerintem. Jó? Tegeződjünk. Mi indiaiak fogjuk össze. Szóval két kép él bennem rólad. Uh-huh. Egyik ez a közvetítés, amikor nagyon elegánsan, nagyon intelligensen, tájékozottan, folyamatosan, folyékony zajlott le. Nagyon jó volt az. Aha, és meg is kaptam magamat érte. Az összes magyar napilap úgy küldte melegebb éghajlatra, hogy a falatta másikat. Miért kell napilapokat olvasni? Mert ez a szakmá. Megoldás nagyon egyszerű. A másik kép már kicsit megrázó volt. Egyszer utaztunk valahova, és a Feri hegyen, ott vártunk még a
utazási irodának az illetékese megérkezzen, és ott láttalak téged. És nem hittem el, hogy ez ugyanaz az ember. Teljesen más karakter, más lelkiállapot, más kisugárzás. Biztos nem voltam jó állapotban. Hát ilyen van, nem? Mi történt? Mi történt? Hát nem tudom, mit láttál között? A Ferihegyi repülőtéren? Vagy ordítoztam a jegyirodával, hogy nincs a jegyem, nem. Látszott a befordultság. Hát mert biztos el akartam menekülni éppen akkor innen. Biztos. Azt hiszem valakit, ez már csak a talán a fikció, mert ez régen volt, egy pár évvel ezelőtt, 2-3 évvel talán, hogy valakit elkísértél talán. Ő kísérte engem szerintem. Mindegy. Az nem egészen mindegy, hogy te mész el, vagy elkísérsz ki valakit. Mostani szempontból teljesen mindegy, ott láttalak. Mi van a két Györgyi között? Melyik út? Mi történt? Tehát, mert amikor azt a közvetítést láttam, ott nem csak egy profi újságíró, műsorvezető kiválóan adta elő magát, hanem a kisugárzásban. Ott volt a pozitív energia, ott volt a jelenlét, a szinkronitás önmagával, és itt nem láttam azt. Szóval mi történhet egy olyan emberrel, akinek ilyen kiváló agya van, akinek ilyen gyökerei vannak, aki így felismeri egy filozofikus mondatot, vagy tök mindegy mit, hogy hagyja magát így megváltozni, ami nem feltétlenül konstruktív. Rettenetesen nem szeretnék újjal mutogatni. Nem kell. Senkire és semmire és szakmára főleg, de azt kell, hogy mondjam, hogy megváltozott a világ, és ezen belül megváltozott a mi szakmánk, amit az egyszerűség kedvére, bár rosszul vagyok a szótól, mert minden második szó ez ma már Magyarországon. Tehát megváltozott a média világa, és arra már nincs szükség, amit én tudok. Vagy nem arra van szükség. Nem arra van szükség. Arra van szükség, hogy leüljél egy súgógép elé, és fölnyomd azt, amit oda eléd raknak. Jó, de, és én... akkor még nagyon-nagyon finoman fogalmaztam. Akkor nézzük teljesen másképpen, hogy a világ olyan, amilyen. Hogy melyik korszakban mire van szükség, mi nem tudunk beleszólni. Egy dologban tudunk beleszólni, hogy mi hogyan reagálunk le az egészet. Megéri az egész annyit, hogy ember önmagát hagyja szétcsúszni? Nem éri meg, és én erre most jöttem rá egy olyan, hát egy jó egy hónappal ezelőtt, véglegesen. Nagyon foglalkoztat, őszintén, tehát nehogy senki fenyegetésnek vegye, mert nem fogja a magyar médiát olyan nagy veszteség érni, hogyha én kiszállok belőle, de hogy én ezt a szakmát ott fogom hagyni, valószínűleg így lesz, vagy dominánsan lehet, tehát írni fogok, mert írni nagyon szeretek, de ami még fontosabb, hogy nagyon erősen és nagyon konkrétan foglalkoztat az a gondolat, hogy elmegyek ebből az országból, ha nem is örökre, hanem egy időre, és kipróbálom magam egy olyan országban, egy olyan kultúrában, ahol nem tudják, hogy ki az az Albert Györgyi, tehát ahol tiszta lappal indulsz, tudod? Igen. Ahol igen, lehet, hogy igen. Most nem akarok meg ilyen álromantikus lenni, ahol lehet, hogy úgy indulsz, mint aki a gyors étteremben kávét főző vagy hamburgert gyártasz, mert azért tök mindegy, mert nekem nem piszkos a munka, de ahol nincsenek veled kapcsolatban előítéletek, előtörténetek, utótörténetek, hülyeség, amit az újság össze-vissza írnak. Tehát mondom, tiszta lap, ez egy nagyon pici ország. Mert hogyha Amerikában élnél, vagy élnék én, vagy te, vagy tök mindegy, akkor fognám magam, és akkor a keleti partról átmennék a nyugati partra, és ez körülbelül ugyanaz. Vagy Indiában, Bombayból, Kalkutába. Tök ugyanaz. Hát azt valaki egyszer írt, és hogy New York és Los Angeles között nagyobb a különbség, mint Budapest és New York között. Itt muszáj valamit mondanom. Tehát amikor azt mondod, hogy olyan helyre menni, ahol senkiben nincs ez az asszociáció, hogy igen. Györgyi, olyan, ez. Ez volt nekem a kapaszkodom, amikor idejöttem. Uh-huh.
De te mondjuk, egy csaj miatt jöttél ilyen? Nem, dehogy is. Csak ha már itt voltam, akkor és ha már kapaszkodni kellett, akkor persze, hogy ne, világos. Az is egy kapaszkodó. De tovább megyek, hogy ember menekül egy országtól, menekül egy közegből. Kultúrától. Tök mindegy, de teljesen mindegy. De önmagától hogyan tud menekülni? Tehát ha ott bármilyen baj jön, hogy tud nem ugyanúgy reagálni, mert azért itt... De erre nekem vannak példáim, tehát azért én töltöttem már felnőtt koromban, mert gyerekkoromban ezt mondtam, hogy külföldön nőttem fel az édesapám foglalkozása révén, az egy dolog, de én felnőtt koromban különböző ösztöndiakkal 3 hétig, fél évig, 1 évig éltem más kultúrákban. Jó, de ez keleti, a Györgyi már várjál, keleti, másképpen reagálja keleti le. És nyugati kultúrákban soha semmi bajom nem volt. Nem voltam beteg, nem voltam nyomott, nem voltam depressziós, nem volt gyomorfekélyem, nem voltam, semmi nem volt. És visszajöttem Magyarországra, és eltelt 2 vagy 3 hét, amíg tartott az az energia, amit ott föltöltöttem, és visszakerültem ugyanebbe a taposomalomba, ebbe a dögöljen meg a szomszéd tehene is, és ebbe a Én ezt nem bírom. Mind a ketten ugyanabban az országban élünk. Igen, de te nem magyar vagy. Igen. De van egy fontos dolog. Szóval, ha alapok nincsenek feldolgozva, akkor a házszám hiába változik. Ez nem igaz. Figyelj, az orvosok régen azért, tehát a századforduló, miért javasolták azt, hogyha valaki kicsit ilyen sápadt kóros volt, hogy egy kis hegyi levegő jót tenne, vagy hogy utazzon a tengerpartra egy 10 napra. Jó, tehát a levegőváltozás, meg az atmoszféra változás, az nagyon sokat de emberi segíteni. Lélek, vagy emberi elme az bonyolultabb, mint egy vírus, vagy egy baktérium. Hát jó van. Na most, ha visszamegyünk, és ugye, ha megkeressük azt a pontot, hogy melyik pont volt az, amikor nem azt mondta, hogy hülyék ezek, hanem amikor lelkire vette, amikor már kezdett ki, amikor észrevette, hogy kezdek kiborulni, már egyensúlyomat veszítek el. Én? Igen, ön. Te. Már egyszer megbeszéltük, hogy tegeződünk. Igen. Egyébként lehet, hogy ennek a televízió vezetése nem fog örülni, de akkor is ki fogom mondani. Akkor, amikor ez a televízió, ahol most ülünk, indult 1997-ben, és én a szó szoros értelmében, az olyan értelemben van az induló embere, hogy a himnusz és az elnöki beköszöntő után, ezt le lehet csekkolni, mert az archívumban megvan, Obersovszki Péter kollégámmal együtt mi voltunk azok, akik először megjelentünk ebben a televízióban, és azt mondtunk, hogy jó reggelt kívánunk. És körülbelül eltelt 6-7 hét, és már nem voltunk ennél a televíziónál. Lehet, hogy az Obersovszki azóta tudja, hogy miért nem, én a mai napig nem tudom, hogy ez miért történt, mert ez úgy történt, hogy bejöttem egyik reggel megnézni, hogy hogy van a beosztásom, és csak azt láttam a falon, hogy nem vagyok beosztva. Hozzáteszem, és hangsúlyozom, hogy ugyan ez a tévé volt, de egy teljesen más vezetés volt, meg egy más vezérkar, meg mindegy, egy induló televízió volt, de hogy egy országban, ahol így lehet bánni emberekkel, és ahol a mai napig, 97 óta, ami 11 év, egyetlen egy ember, egyetlen egy mondattal nem mondta el, hogy te azért kerültél innen ki, mert ezt hibáztad, azt bakisztad, fölállt a hajad, nem volt kipucolva a cipő, de mit tudom én, mit kell szoktani azt, hogy, érted? Azt, hogy... Tehát, ahogy itt emberekkel bánnak ebben az országban, így nem lehet viselkedni. Jó, rendben van. De azt, hogy valaki hogy viselkedik, egy vezetés hogy viselkedik egy munkatársal, de ember hogy viselkedik önmagával, ez megére annyit? És miért volt az a pont? Hát, majdnem belehaltam. Miért kell belehalni ebben? Hát miért? Hát azért, mert elindítasz egy tévécsatornát, és 6-7 után már majdnem kicsúszott a számon, hogy mit csináltak. Ez a belehajjon az ember? Mint a cicuka, hát akkor indult, hát az nem 2008-at írtunk, hanem 97-et. Tehát egy induló, tehát egy új médió, egy új médium felületnek a kezdő arca vagy, akit indoklás nélkül kiizzélnek már, bocsánat, mint a macskát. Jó, de meddig lehet ebbe kapaszkodni?
Nagyon nehezen dolgozok fel dolgokat, de azért, mert valahol a lelkem mélyén nevetséges egy 45 éves nőtől ilyet hallani, én megmaradtam gyereknek. Tehát, hogy ezen azt értem, hogy hogyha egy gyereket, egy kisgyereket elviszel oltásra, szerintem a gyereknek kevésbé fáj, hogyha azt mondod, hogy kisfiam, kapsz egy szurit, rövid ideig fog tartani, egy picit fáj, de fog fájni, mintha azt mondod, hogy gyere, elmegyünk, ide, ugye, habagya, habagya, de hogy fáj, észre sem fogod venni. Tehát, hogy én nem bírom, ha átvernek. Tehát, hogy nekem az sokkal jobban fáj, hogyha hazudnak, vagy nem mondanak semmit, mint hogyha belemondják így a pacekba, hogy figyelj, rád gondoltunk, nem váltál be, sok sikert a jövőre. Én értem, amit mondasz, csak még mindig nem értek valamit. Na. Hogy miért, ember könnyű másokat megtalálni, mert valami belülről önmagában, ami ember szövetségese, itt azt cserben hagyott, nem? Mert nem tudom elképzelni, hogy az a karakán belevaló, spontán... Az nem illik bele, az nem illik bele a magyarországi médiában. De te nem, ez nagyon jó van. Azért, mert aki szabálytalan, aki visszapofázik, aki a főnökével összeveszik, aki kérdezni, mert érted? Aki ellenkezik. De miért? Az nem való ebbe az országba. De miért másokra? Ez egy konformista ország, nem. Mindenki meghúzza magát. De most országot pillanatra hagyjuk ki. Én ezt gondolom. De nem hagyjuk ki, mert itt élünk. Én is itt élek. Engem csak az érdekel, hogy a belső tartás, mert vannak nem csak ilyen más szituációkban, amikor önmagunkra számíthatunk. Hát én nem számíthatok önmagamra, az biztos. Hol az önmagam? Na, ezt akarom tudni. Ez érdekel. Hol van önmagam, akinek ilyen gyökerei vannak, akinek ilyen alapja van, beton biztos kell, hogy legyen, mert engem a lelke érdekel. De nem vagyok az. Hát nem vagyunk egyformák lelkileg. Van, akinek az epéje gyengélkedik, van, akinek a mája fáj, van, akinek a reumája van, nekem a lelkem a legsebezhetőbb pontom. És ezt sajnos tudják is, de ez nem baj, mert mindig azt szoktam mondani, hogy ebből a lelki, ha innen nézem sebezhetőségből, vagy onnan nézem akkor érzékenységből, ebből dolgozom, mert ez nem lenne, akkor nem tudnék dolgozni. Jó, de ha nincs szembenézés, nincs felismerés, a katarzis, akkor bárhova megy, ez nem igaz. Amerikában ugyanúgy, ez nem igaz, mert mondtam neked, hogy voltam rengeteg helyen a világon, rövidebb, hosszabb ideig, érdekes módon Indiában, Izraelben, San Franciscóban, Londonban soha semmi bajom nem volt. Már semmi bajom, persze, náthás voltam meg, volt olyan, hogy esett az eső, és rossz kedven keltem fel. Nem, magammal semmi bajom nem volt. Azt semmi a Györgyét az meg kell keresni. Hát de hogy nem ebben az országban, az biztos. A drámai vallomás azonnal folytatódik. Nem találtam meg a helyemet a magyar sajtó és a magyar média világában. Szerelemről. A Robert Redfordot nem rugdosnám ki az ágyamból. Öngyilkosságról. Valaki eljut az öngyilkosság gondolatáig. Ne adj úristen, eljut addig, hogy meg is próbálja. Az egy gyáva ember, vagy egy bátor? Gyáva ember. Ha az egy gyáva dolog, hogyha kezedbe veszel egy konyhakést, és elkezdesz szabdalni az ereidet, akkor gratulálok. Nem. Halálról. Valaki meghal, és akkor lehozzák a halálhírét, meg írnak egy-két szép mondatot róla, és odaraknak egy érettségi képet. Hát ez milyen nevetséges dolog. Az utolsó interjú vágatlanul, most a Josi Barátban. Hogy? Szóval mondjuk ezek történnek, igazságtalanságok. És nem eljutsz, biztos, hogy igazságtalanság, de nem. Hát nem mindegy, mit mondok. Azt akarom mondani ezzel, hogy ember észreveszi, hogy már öngyilkosság gondolata foglalkoztat. Gondolata? Próbálkozott. Gondolata? Na, mi volt? Mi nem készült? Több is volt? Nem készültél nem belőle? Nem szoktam, nem szeretnék. Ja, értem. Itt minden hát mondat meg... adja a következő mondatot. Olvasd el a könyvemét, és akkor meg fogod tudni. Na, akkor se tanult belőle az nem. ember? Nem, sőt, megbánta, hogy nem sikerült. Miért? Mert akkor az egy jó ötletnek tűnt. És most? Nem, most tényleg az foglalkoztat, tehát azt,
azt szervezem az életemben, hogy megpróbálom felszámolni mondjuk egyelőre ideglenesen a Magyarország életemet, és szeretnék elmenni innen egy darabig, nem tudom, meddig, lehet, hogy 6 hétig, lehet, hogy fél évig, lehet, hogy 1 évig, lehet, hogy örökre, nem tudom, de egy picit szeretnék elmenni innen, és kipróbálni magam egy másik közegben. De én attól félek, hogy ha az ember egyszer megtalálja magának egy ilyen abszurd utat, hogy ide lehet menekülni, de nem menekülés. Öngyilkossággal, hát az mi? Én most nem arról beszélek, most arról beszélek, hogy nem, el akarok menni az országban. Hadd mondjak végig. Igen. Ha egyszer ez megtörténik, akkor adandó helyzetben, ami 10 év múlva, 20 év múlva, itt, ott, amott bárhol bekövetkezhet, az előtérbe kerül, mint eszköz. Erről eszközről tudatosan, önmagát meggyőzve, legyőzve. Szerinted egy öngyilkosság, tehát valaki eljut az öngyilkosság gondolatáig. Ne adj úristen, eljut addig, hogy meg is próbálja. Az egy gyáva ember, vagy egy bátor ember? Gyáva ember. Hát akkor gratulálok, mert én teljesen más gondolok. Próbáld egyszer fölvágni az ereidet, jó? Sok nem sikert. Fogok. Nem sok létezik sikert. Olyan helyzet. Sok sikert. De nem. De ilyet nem mondjál, hogy nem létezik, és soha nem mondd, hogy én... soha, mert nem tudhatod. Figyelem. Nem tudhatod. Mit? Nem tudhatod, és senki nem, nem tudhatja. Nem létezik. Ja, hát ilyen azért biztos vagy nem magadban, fogok soha felvágni az ereimet, mert azt mondom, hogy nem létezik. De hogy vagyok vallásos? Azért nem, mert meg vagyok róla győződve, hogy az egy gyáva menekülés. Én meg nem. Én azért nem felvágni, mert mondom, azt mondom... Próbáld meg. Nem, miért próbáld próbálnék meg? Ha az egy gyáva dolog, hogyha kezedbe veszel egy konyhakést, és elkezdesz szabdalni az ereidet, nem, akkor gratulálok. Nem vágom fel az ereimet, nem iszok alkoholt. Én iszok. Miért? Hát figyelj, szerintem, tudod, már ezt szokták mondani, brit kutatók kimutatták, nem hogy már az ókori, görögök és rómaiak is valamiért elkezdtek bort termelni, vagy gyártani, vagy a szőlőből egy bor nevű nedűt termelni. De annak azért valamilyen oka van. Muszáj a gyengeségeinket a filozófiákkal alátámasztani? Nem, egyáltalán nem, hanem a magyar borok nagyon finoma. És én gyenge vagyok, hozzá kell tenni, így lesz egy legyőzhetetlen páros. Engem az absztinencia ugyanúgy taszít, mint az alkoholizmus. Szóval, ha valaki absztinens, az nekem nagyon gyanús. Nagyon-nagyon-nagyon gyanús. Nekem nincs rá szüksége. Mind anélkül is jól érzem magam egy buliban, barátokkal, haverokkal, családommal. Azt, hogy az ember megiszik egy buliban, amivel elkezdődik este 7-kor, és vége van másnap reggel 1:30-kor, és megiszik másfél üveg rozét, hogy abban mi a rossz, azt valaki nekem elmagyarázza. Nem azon múlik, hogy mennyi az a mennyiség, hanem mit vált ki az emberből. Bocsáss meg, láttalak téged, nem is olyan régen, és a helyzet nem volt méltó hozzád. Mert akit én így ismerek, az igazi Györgyit, az nem volt méltó hozzád. És minden esetben mindig mindenki méltó? Te nem iszol alkoholt, amíg elmész egy pasi létedre, ha innál, elmész egy legény búcsú, voltam már legény búcsúban? Voltam. Na, nem az enyémben, másokon. Azért ott olyan sok méltó férfit lehet látni te, hogy ez nem igaz, és egyébként itt jut eszembe az, hogy Magyarországon az alkoholfogyasztást tekintetében is, és sok minden más tekintetében is, hadd fejezzem be a mondatot, köszönöm igen. szépen, teljesen másképp ítélik meg a nőket, mint a férfiakat. Mert ha egy nő beül egyedül egy kocsmába és megiszik egy korsó sört, az teljesen más megítélés alá esik, mint amikor egy férfi beül és megiszik egy sört dupla felessel. És ez csak az alkoholra van, és sok minden más mindenre mondhatnám ugyanez. Ugye a nőket és a férfiakat miért ítélik még másképp, és hogyan? És ezt kikérem magamnak. Én abban se, jó, világos. Meg ha az, hogy férfiat, azért, mert mondjuk közszereplő vagyok, érted, és akkor nem. Egy kocsmában, vagy egy étteremben, vagy egy szállodában engem nem vagyok nagyképű, mondjuk 1500 ember közül 2 felismer, hogy én az ő kedvükért igyak vizet, hát ne haragudjon már, jó Isten, különben abból is tudod, mi lenne, vodkát ittam. Világos. Csak víznek nézett ki. Györgyi, ez a válaszod... Nem akarok megfelelni, nem érted? Ez a válasz nem a mi beszélgetésünkről szól, hanem ami veled történt eddig. Ez arról szól ez a válasz, mert én arról beszélgetek veled, ha az ember lemarad önmaga mögött, nem a mások mércéről beszélek,
Én nem érzem úgy, beszélek. Hogy le vagyok maradva önmagamat. Jelenleg a harmadik könyvemet írom, úgyhogy azért nagyon szívesen találkoznék olyan újságírókkal, akik a harmadik könyvükön dolgoznak, úgy, hogy a kiadó naponta fölhív és 10-szer könyörök, hogy mikor adod már le a kéziratot. Ez biztos így jó. Én csinálok valamit, azért, mert nem vagyok képernyőn, az nem jelenti azt, hogy nem létezem, mert de mi nem Magyarországon az ember, tudod, aki képernyőn van. Hát engem ez meg nem érdekel, már nagyon régóta nem érdekel. Én eddig nem voltam képernyő, mégis kiválóan léteztem. És ha majd nem lesz. Na majd most nézd meg. Akkor is ki van létezek. Hogy mi lesz veled. Tudod miért? Mert kiiktatom a külvilágot. Na majd most nézd meg. De nem érdekel. Nem fogsz tudni végigmenni az utcán úgy, hogy 5 ember ne állítanak meg. És akkor mi van? És akkor elkezdenek veled beszélgetni. Elhiszek, hogy több lettem? Nem, elkezdenek veled beszélgetni, elkezdenek fárasztani, elkezdesz leveleket kapni, hogy ilyen olyan tanácsokat adjál. És az első 120 levél az ember persze válaszol, csak az 1560-adikra nem tudsz válaszolni. Nem, akkor nem fog válaszolni. Mert én nekem az a célom, hogy önmagam maradjak. Sok sikert maradjak. Az új pályáthoz. Nagyon-nagyon kemény pálya. Tudom. Jó. Hát nem azért, tudod, amikor most kezdted el. Figyelj rám, az élet kemény pálya. Lehet, hogy ez keményebb pálya, de én azért kaptam egyet-kettőt a sorstól, az élettől. Nem vagyunk egyedül ezzel. Na, hát akkor miért pont ez a legkeményebb? És pont, hogy nem arról beszélek. Nem azt legkeményebb, ez de nagyon nem könnyű. Biztos kemény pálya. Nem persze, könnyű. Hogy kemény. Minden, ha mert jót nagyon sok csinálni, ez mindig hozzá nehéz. Teszem. Tehát a legszebb húst te fogod kapni a hentesnél, ezt most mondom. De én vegetáriánus vagyok. Hát akkor majd a szomszédnak. Jó, de nem rólam szól ez a beszélgetés. Szóval itt az a lényeg, hogy amikor tényleg ember lent van nagyon, mi a belső kapaszkodó? Szóval az a régi Györgyi, aki erős. Ja, most aki is tud erős vagyok. Akkor miért menekül az erős ember? De hol az Istenben menekülök? Már ezt magyaráznál meg nekem. Másik országba. De ez nem menekülés. Azért, mert elvágyodsz egy helyről egy másik helyre, az miért menekülés? Kíváncsi vagy egy másik kultúrára, vagy kíváncsi vagy, hogy tudsz úgy működni. Egyébként mind a két könyvemet, amit írtam, és szándékosan nem hoztam el, és nem mutogatom, mert nagyon művelt vagyok a kereskedelmi tévék szabályait, illetve, és egyébként sem vagyok ilyen szempontból önmutogató, egyiket sem Magyarországon írtam. Angliában írtam mind a kettőt, mert itthon nem tudtam volna megírni. Mit gondolsz, hogyan és miért indulhat egy olyan folyamat, amikor újságokban azt megjelenik, hogy lecsúszott, hogy depressziós, hogy mert sokkal izgalmasabb, mint hogy azt mondják, hogy boldog, kiegyensúlyozott, menyasszony, gyereket vár. Ez tök unalmas. Hát ez kit érdekel? Nem is adtál soha alapot erre? Egy picit se? Már mire a sok közül, amit felsoroltál? Hát mit tudom én, te tudod. Hát most 60 dolgot felsoroltál. Mire? Melyiket mondjak? Öngyilkosság, tessék, mondom. Igen, volt rá. Mondom, 3 kísérletem volt, igen. És? Azt szerinted normális, hogy a bulvár sajtó képviselője előbb ér a krízis intervencióra, mint a mentőautó? Ez egy normális ország? Miért? Mert a mentősök le vannak fizetve, és leadják a 3 bulvárlapnak, hogy most visszük az Albert Györgyit gyomormosásra, érted? New Yorkban a Lennont a boncolás előtt, azt a képet ott eladták. És igen, megjelent 40 ezer dollár ott újságban az Amerika. Hát a Yoko Ono jó járt vele, biztos. Nem, újságíró kapott azért a pénzt. Ja, hagyd, de naiv vagy, atya, úristen, mert a Yoko Ono nem kapott belőle pénzt. Ahol homo sapiens. Tényleg azt szabadult már a csávó? Vagy most fog? Nem engedik ki. Nem, de úgy volt, hogy kiengedik. Nem engedik ki, mert féltik őt. Őt? Hát féltse őt a halál. Féltik őt attól, hogy na, ettől féltik. Hogy van egy több millió Lennon rajongó, aki azonnal lelövi, ha kijön. Hát milyen igazok lenne. Így van. Tehát visszatérve, jó, öngyilkosság, lecsúszás. Hogy kerül az bárkinek a te veled kapcsolatban az, hogy lecsúszott? De hova csúsztam le? Hogy jelenhet meg ilyen újságcím? Mert te szerinted, ezt nem is hiszem, te milyen országban élsz? Magyarország. Figyelj, de ebben az országban bárkiről bármi megjelenhet az ő kontrollja nélkül, és bárminek az ellenkezője, és csak te jársz jobban, hogyha nem perelsz, és nem hívod fel a szerkesztőséget, és nem küldöd el anyjába azt, aki megírta, mert a következő napon annak a duplája fog megjelenni, érted?
Csak úgy nagyon könnyű egy pár történetről, vagy egy szerelmi történetről írni, hogy előhalásznak rólam egy 600 éves archív fotót, meg a partneremről egy 200 éves archív fotót, és összemontírozzák. Hát az aztán a bulvár sajtó. A Sunban ilyenért úgy rúgnák kérted a képszerkesztőt, hogy a lába nem éri a földet. Majd ha tetten érnek azon, hogy egy étteremben együtt eszünk, iszunk, smárolunk, és még esetleg egy orgiában is részt veszünk, és azokat a képeket leadja, akkor rendben van. De milyen hülyeség ez, hogy az MT-ből kikérnek két archív fotót, és egymás mellé rakják. Hát könyörgök. Ez az olyan, mint amikor érted, rettenetes példát mondok, mint amikor valaki meghal, és akkor lehozzák a halálhírét, meg írnak egy-két szép mondatot róla, és odaraknak egy érettségi képet. Hát ez milyen nevetséges dolog. Hát akkor figyelj, akkor dolgozzunk már rendesen. De hogyan kerültél te ebben a képbe? Sokáig nem is voltál benne a bulvár sajtóban. Én mindig benne Mitől? Voltam. Mitől? De... Én mindig benne voltam. Akkor ez mitől indult el, ez a negatív áradat? Azért, mert én nem szeretek, és nem is tudok, és nem is akarok nemet mondani, mert tudnék, hogyha nemet mondasz, akkor rosszabbul jársz. Mert akkor ők találják ki, és ők írják meg az ennél 650-szer színvonaltalabb cikket. És én, aki elég gyakran, most sajnos elég régen volt már ilyen munkám, elég gyakran dolgozom magyar filmek promóciójában, tehát hogy a sajtóügyeiket én viszem, nekem iszonyatosan nagy szükségem van arra, hogy ezekkel a lapokkal is kooperáljak. Tehát, hogy fölhívjam az XY-t a Mix Y nevű lapnál, hogy ma a Csányi Sándornak van a nagy jelenete, a nem tudom én miben, hogy jöjjenek ki, és akkor ott van 86 fotós. De hogyha én viszont nem kooperálok velük, akkor elég nehéz arra számítani, hogy ők, amikor nekem van rájuk szükségem, már nem nekem személyesen, hanem a munkámra, akkor ők együttműködjenek velem. Tehát ez egy deal. Mondjuk holnaptól minden ilyen címlapsztori eltűnik. Hála Istennek, már alig várom. Attól te nálad ezek megszűnnek, ezek a belső feszültségek? Milyen feszültségekre gondolsz? Hát ami miatt el akarsz menni egy másik országba. Nekem nem a bulvár sajtótól vannak feszültségeim, nem elsősorban, és nem csak és kizárólag. Hanem attól vannak feszültségeim, hogy minden bizonnyal az én hibámból is, sőt, még azt is megkockáztatom, hogy döntően az én hibámból, nem találtam meg a helyemet a magyar sajtó és a magyar média világában. De azt az esélyt szeretném magamnak megadni, hogy esetleg máshol megsikerül, pont abból, amit elmondtam már, hogy máshol nincs nevem. Én máshol anonim vagyok, máshol halványi gőzük nincs, hogy én ki vagyok. Hozzáteszem, egy angol haverom, internetvilága, fölhívott ezelőtt két hónapja, hogy gratulálok. Küldött egy SMS-t. És összeírtam, hogy mi ez gratulálsz? De azt mondja, hogy férhez mész. Mondom, én? És azt honnan veszed? Hát kiderült, hogy az internetre valaki rátette, és ennek a srácnak, ennek a londoni barátomnak van egy fordító programja, és miután mi nagyon régóta ismerjük egymást, ráállította az internetjét egy ilyen magyar-angol fordító programra, ahol ezt olvast angolul, hogy férhez megyek. Hát mondom, isteni, köszönöm, de fölmerült a gondolat, tehát nem akarom letagadni, sőt elég komolyan fölmerült, de a hír már nem igaz. És ezt... Mi az igazság ebben a hírben? Ma már semmi. Akkor mi volt ez? Egy nyári románc. Hát van ilyen, nem? Jön a május, nyílnak ez az orgonák. Ez a mostani legutóbbi. Isteni az illatuk, folyik a Duna, szép a naplemente, mindenki szabad, én is szabad vagyok, ő is szabad. Mi lett csak nyári románc? Hát mennyi volt benne? Ez eleve tudtatok? Vagy nem. Hogyan indult? Hát 16 éve, nagyon régóta ismerjük egymást. Igen, ismerős. Az, amikor egy hosszú barátság, ismerőség átfordul. Hát kollégák vagyunk elvileg, tehát újságíróról van szó. Csak úgy alakult az életünk, hogy ő is foglalt volt, én is foglalt voltam, és aztán csak együtt nyaraltunk nagyon sokáig, mert ez a Dunakanyarban van,
a szüleimnek Surányban van háza, ahol sokat nyaraltam, ők Horányban laktak, illetve hát a Dani most is ott lakik, és gyakorlatilag napi szinten találkoztunk, tehát 5 kilométerre van egymástól a két település, és átbicikliztem, és együtt bulisztunk, ettünk, ittunk, olyannyira, hogy a feleség a barátnőm volt. Szerintem még most is az különben, tehát sem, mert mikor mi ez a dolog komolyabbra fordult, úgy május-június környékén, ők már akkor, hát nem akarok hazudni, de már 2 éve elváltak. Van egy nagyon édes kisfia. És mitől alakult csak a nyári románc? Mert lehetett volna több is. Hát de nem lett. Hát ilyen van, nem? Mi múlott? Azon múlott, ami egy szerelem és egy házasság közti különbség. Hogy szerelmesnek lehet lenni egy őrültbe, egy olyan emberbe, aki teljesen másképp látja a világot, mint te, aki azért vonz, mert tök másképp gondolkodik. De együtt élni egy ilyen emberrel nem lehet. Én sem tudnék egy ilyen emberrel élni, és valószínűleg velem sem tudna egy ilyen ember együtt élni. Mi bajod volt vele? Mi bajunk volt egymással, inkább mi bajatok egymással, igen. Helyes. Másképp látjuk a világot teljesen. Másképp látjuk. Ő egy ismerve a csatorna profiát, meg azért van amennyire még a szakmámból valami minimális profizmus maradt bennem, tehát nem fog politizálni, de mondjuk úgy, hogy egy konzervatív, beállítottságú, kevésbé megengedő ember a társadalom kérdéseit, illetve más dolgokban hisz és más újságokat olvas, mint én. Én pedig egy nyitottabb, társadalmi kérdésekben, hangsúlyozom, nem magánéletben, mert ott nagyon kemény vagyok, társadalmi kérdésekben egy sokkal nyitottabb, elfogadóbb, megengedőbb ember vagyok, és ebből olyan sok vitánk volt, és olyan sokat veszekedtünk, és olyan sokat ordítoztunk, hogy én azt gondoltam, hogy én nem akarok egy ilyen ember, nem akarok, én nagyon szeretem adani, egy nagyon édes fiú, egy ilyen svihá, akin így szoktam hívni. Tudod, aki dolgozni nem nagyon szeret, de nagyon muszáj, akkor leadja a cikkeit, meg reggel 7-kor már kiindul a Kati néni izéjébe, nem tudom, hogy hívják most egy cukrászdájába, ami hát egy eufemisztikus szó, mert... De tudom, hogy két más világnézet, lehet nagy szerelem, nem? Nem zárja ki. Hát nagy szerelem lehet, de hogy nagyon rossz házasság, az biztos. Az biztos. Nem lehet így együtt élni. Nem. Nem. Most mi a helyzet? Mi a helyzet? Lezárva? Vége. Lezárva. Vége. Persze, nem is beszélünk egymással. Hát most fogunk nyilván, mert gondolom, hogy erre a székre nem a izét hívtátok, a Bajor Imrét, szórakoztatom. Honnan tudod? Hát mondjuk a Bajor Imrével előbb tudnék együtt élni, mint a Danival, az biztos. Tényleg, kiket tudnál együtt élni, ha csak akiket ismerhetünk? Ilyen típus, vagy olyan személyiségű, vagy olyan... Hát mondjuk a Robert Redfordot nem rugdosnám ki az ágyamból. Hát már szegény alig tud. Na. Hát azt nem tudhatod. Mondjuk egy Cserhalmi György. Egy igazi pasi. Aha. Aztán várják ki még. Fiatalokban gondolkodom. Hát... Maradjunk annyiban egy darabig a hátam közepére, egyet se szeretnék. Jó, rendben van, de készült számodra egy kis film, megnézzük, jó? És magamat is meg kell nézni benne? Nem lehet, azt csak hallgassam? Nézzük meg. Jó. Jaj, de mert romantikus. Halvány fogalmam nincs arról, hogy ez a végkezdet, vagy a kezdet vége. Hát csak elég nagy baj, nincs fogalma, na mindegy. Több mint 16 éve ismerjük egymást. Mind a ketten házasok voltunk, Györgyi többször is, én egyszer. Mindig rosszkor rossz helyen voltunk. Volt a kapcsolat legelejétől kezdve rettenetesen sok minden olyan dolog, ami minket elvben elválaszthatott volna. Volt olyan pillanat is, amikor, mint utólag kiderítettük, egyetlen egy mondaton múlt volna. Mert valakinek ki kellett volna mondani egy mondatot.
mint egy rossz amerikai filmben. Az a helyzet, hogy ezt a kapcsolatot, és ebben nekem meglehetősen biztos információim vannak, a barátai tették. Sok érzéketlen, lelketlen és oda nem illő ember befolyásolódás lett a tönkre. Unalomból, irigységből, gyűlöletből, vagy azért, mert nem volt jobb ötletük. Nemrégiben kaptam egy üzenetet, amit nagy örömmel felolvasok egy barátomtól, nem az ő üzenete. Ezt mások üzenték, és ő mesélte el. Így szól. Gratulálok, Györgyike, ettől kezdve a Budapest TV-n sem lehetsz, még portás sem. Téged pedig kirúgnak onnan is, ahol eddig se dolgoztál. Györgyusz valószínűleg hamarosan öngyilkos lesz, és senki sem lesz, aki elsiratja. Talán te 5 percig. Ennyi. Az új időszámítás ma, 1997. október 4-én szombaton kezdődik, hiszen ma először mondjuk önöknek azt, hogy jó reggelt Magyarország az új TV2-vel. Nem erősített információk szerint Albert György egy taxitársaságnak az autójában rosszul lett. Holnap a Györgyi romantikus volt, a Györgyi érzelmes volt, a Györgyi szerelmes volt, a Györgyinek lelke volt. Fájdalom. Megállt a szíve 23 órája, és bele fog dögleni, érted? Gyász. Vége a dalnak. Game over. Ahogy Györgyi mondaná. Albert Györgyi utolsó nagy szerelme. Mit mondasz neki? Most mit mondanék neki? Igen. Szeretlek. Holnap a Jósi barátban. Köszönöm szépen.